Azt gondolom, hogy nem csak a kockásfülű nyúl volt meghatározó történet, de a diótörő és az egérkirály is. Ugye, Evelyn? Így, ahogy mondod, ugyanis nincs karácsony diótörő nélkül. Most decemberben is lesz diótörő és egérkirály musical a Papp László sportarénában. Most ebből mutatunk egy rövid részletet, utána pedig erről lesz szó. Én a király, és nem a sirály, csúcs a gangsterek közt, bárhogy is fáj. Szép és okos, egy igazi sztár, erős és gonosz akár a halál. Önök egér, a banda vezér, a számba minden kamra sajtja be a fér. Elém a tánc, a szó a swing, nem titok a hobbim, a box meg a ring. A vár és a legvár, a lényeg az, hogy bárhogy is fáj, én vagyok a király! Ó, az egér király! Ó, nagy király! Szíve bárhogy is, bá-bá-bá-bá-bá-bá! Én vagyok a király! Köszönöm, köszönöm! Ó, még koronám is van! Aha. Szerintem bátran mondhatjuk, hogy a diótörő, a karácsonyra hangolódás elmaradhatatlan része, és hát azt gondolom, hogy vétek is lenne kihagyni a diótörőt és az egérkirályt. Pont ebből a szándékból csináltuk meg tavaly ezt az előadást. 2003-ban, amikor bemutattuk, akkor volt az ős bemutatója, akkor jó néhány éven keresztül játszottuk Békés Csabán és Székesfehérvárot is, és akkor abba hagytuk, akkor olyan hatalmas, hogy mondjam, hiány keletkezett, és ezt jelezték felénk egyfolytában, hogy most volt alkalom, kedv, lehetőség, és újra bemutattuk tavaly, és játsszuk. Petra, kicsit a te szerepedről mesél nekünk. Pirellát alakítom a darabban, a denevér főnök nőt. De jó. Tulajdonképpen, hogyha mai szófordulattal kéne élni, akkor én azt mondanám, hogy ők ilyen zsoldosok, akiket tulajdonképpen az egérkirály, női zsoldosok, akiket tulajdonképpen az egérkirály hív segítségül, hogy segítsenek nekik a csata megszerzésében, illetve a nyeremény, illetve a győzelem érdekében. De gondolom, ilyen környezetben, ekkora térben teljesen más kihívásokkal kell szembenézned. Igen, hát egy nagy színpad, egy aréna, az mindig más energiákat követel, mint egy kőszínházi előadás. Ilyenkor mindig nagyon fel kell készülni, mint fizikálisan, mint akusztikailag is teljesen más, igen, adottságai, igen, vannak a térnek. Igen, hát ami mindig egy kicsit ilyenkor problémát szokott okozni, ugye az a térre való tekintettel, a visszhang esetleg ilyenkor, ugye az énekesek szempontjából nézve a dolgot, hogy amikor visszahallod azokat a megénekelt sorokat, amik már elhangoztak. De hát közben meg van egy olyan fantasztikum része a dolognak, a történetnek, hogy annyi ember láthat egyszerre, és csodálhat meg, tehát hogy csodálhatja meg a darabot, az előadást, hogy azért az egy katarzis élmény tud okozni az emberben. Hát ott vannak energiák, az biztos. De hogy a meséből ugye született balett, rajzfilm, nagyjátékfilm, miért lehet az, hogy a musical ennyire népszerű? Azt gondolom, hogy minden formájában a diótörő népszerű. Tehát vannak olyan történetek, amik egyszerűen érdekelnek minket, foglalkoztatnak, bennünk vannak, sőt, inspirálnak. Tehát ezért írtuk meg annak idején a szerzőtársaimmal ezt a darabot, mert nagyon inspiráló volt, és szerettük volna, hogy ez rajtunk keresztül mutatódik meg. És amikor a babák és az egerek megszólalnak, elkezdenek énekelni, megelevenednek, akkor szerintem ez varázslatos, és maga a musical műfaj, mint olyan, az népszerű, úgyhogy ez az előadás is elég népszerű, hogy észrevettem. Talán ezért. Hát persze, de a tavalyihoz képest például történt bármiféle módosítás? Nem, módosítás nem történt, annyi, hogy tavaly játszottuk a Szimacsarnokban, és azt gondoltuk, hogy egyszer elég lesz eljátszani, hát nem volt elég, úgyhogy kétszer kellett játszanunk, mert olyan nagy volt az érdeklődés, ezért úgy gondoltuk, hogy idén bevisszük egy még nagyobb játszóhelyre, a Papp László arénába, és egy még nagyobb tér, még nagyobb színpad, még nagyobb látvány, és hát ez egy komoly feladat a színészek számára is, azt gondolom, talán még nagyobb feladat. Hogyne. Például a balett ugye meghódította az egész világot. Itt, ebben az előadásban mekkora hangsúlyt helyeztek a koreográfiára?
Nagyon nagy hangsúlyt Hajdú Anita készítette a koreográfiákat, a két fantasztikus fiatal koreográfus, és tényleg varázslatos dolgokat művelt a színpadon, és hát reméljük, hogy majd ez is, ez a, akár talán ez a musical is meghódítja a világot. Mondhatom azt, hogy külföldről már volt a érdeklődés, Németországból és Ausztriából, és hát majd meglátjuk, hogy meddig fajulnak ezek a dolgok. Petra, neked azért gondolom lányként főleg, vagy nőként, ugye azért egészen kicsi korodból is vannak emlékeid, az első élményed a diótörővel kapcsolatban. A diótörővel? Igen. Hát figyelj, nézd, sosem gondoltam volna, hogy ha a diótörővel kapcsolatba kerülök majd életem során, akkor nem az az első gondolatom, hogy egy gonosz figurát fogok alakítani a darabban, de nagyon örülök ennek egyébként, hogy nem, ugye a diótörőről mindenkinek a balerina jut az eszébe, vagy a diótörő. És én például nagyon örülök annak, mert egy színésznek ez mindig kihívás, hogyha esetleg egy picit eltérő karaktert kell, szokottan eltérő karaktert kell színpadra vinni a jelenetben. Nekem egy gonosz figurám van, egy negatív figura vagyok a darabban, de én borzasztóan élvezem. Tehát azért ennek megvan a gyönyörűsége. És azért annyira nem is negatív, tehát azért hozzá kell tenni, hogy viccesen negatív. Az én szemszögemből. Igen, és színészileg rengeteg lehetőség rejlik benne, úgyhogy ezt a Petra ki is használja bőven. Ezt is gondolom, a másik pedig az, hogy nagyon sokszor előfordul, legalábbis a mesékben én valahogy mindig a negatívnak tűnő szereplőket kedvelem a legjobban, mert titkon érzem benne a jó szándékot, és azt is gondolom, hogy talán valamiféle frusztráció miatt tűnhető gonosznak, és a végén még pozitív fejlődést is mutat a karaktere. Hát igen, ez velem is így történik, és egyébként még ahogy mondtad, ez nagyon érdekes, de az a legjobb, amikor akár egy filmben vagy egy könyvben a rossz, a gonosz főhőst meg tudod utálni. Igen. És ez egyfajta, az utálat is egyfajta ugye véleménykinyilvántás, és ez mindig jó. Tehát de ez azt jelenti, hogy valamit jól csinált, így van. Közben meg ugye neki is megvannak a saját szempontjai a negatív figurának. Így van, az én igazságom is. És azért ezt megmutatni az is nagyon jó dolog. Itt nem árulok el nagyon nagy titkot, hogyha a gonosz is ugye Egér király és csapatja, ahogy a Csabi mondja, a szeretetért harcolnak. Csak hát rossz eszközökkel. Ez gyönyörű végszó, a szeretetért harcolnak. Nagyon szépen köszönjük. Akkor te december 17-én... A Laplászló arénában fél háromkor. Nagyon szépen köszönöm beszélni, köszönjük. És köszönjük.